Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A belső istennőd egy nőnapi akciós jóslás Ariel részére. Kedves Ariel, üdvözöllek téged, ez a te videód. Először megtekintjük a kártyánál a nőies energiát, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kép ott fent mutatja a jelenlegi helyzetedet. Itt az érmékről van szó, az anyagiakról, a munkahelyedről, de az érmék jelentik a belső értékeket is. A 9-es szám utal korlátozásokra. Te nem vagy magabiztos, nem vagy biztos a saját értékeidben. Az lenne itt fontos, hogy áttedd magadat ezeken a bizonytalanságokon, és akkor a 9-es szám után jön a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre. Egy új szakasz, egy új periódus kezdődik akkor nálad. Ha megtekintjük ezt a képet, ott a hölgy fején van a gyümölcs, a gyümölcsös kosár, és az azt jelenti, hogy az, amire te gondolsz, az gyümölcsözni fog. Vedd kezedbe ezeket a dolgokat. Erre utal a hölgy kezében az alma. Tehát itt gyümölcsözik valami. De nem tudja elengedni a múltját. És ez a madár, ez ott van. Ez utalhat a könnyűségekre, a levegő elemére. Elszállhatna, de ott marad, megáll, megállnak az események. És így vannak ezek a korlátozások. Zárj le valamit a múltból, és higgy abban, amire gondolsz, amit te tervezel, az gyümölcsözni fog. Ezek sikerek. Ha ebben hiszel, ha megvan ez a belső hit, akkor jön a könnyűség is, amire ez a madár utal. A következő kép azt mutatja, hogy hogy látnak mások tégedet. Ez a bagoly utal a bölcsességre és az éjszakára. Mások úgy vélekednek rólad, hogy te nagyon okos, bölcs vagy, és titokzatos. Amit ez a kép még mutat, ez a kislány, így figyeli az eseményeket, és ez azt jelenti, hogy megvan benned ez a fiatalos energia. És mégis olyan bölcs vagy, mint egy idősebb személy. És vannak terveid, vannak vágyaid, és itt le fogsz gyökerezni, mert megvan a hited. A következő kártya azt mutatja, hogy milyen változások lesznek nálad. Ezen a képen a hold látható. Az utal anyai érzelmekre, lehet egy kisbaba születése is. Azon kívül a hold uralkodik az érzelmek felett. Itt megvannak a vágyak, a remények, az álmok, és ami változik nálad, hogy hinni fogsz az álmaidban, és tudod azt, hogy ez megvalósul, mert benne vagy ebben a megújulásban. A következő kártya mutatja a nőiességedet, az istennőt, a belső istennőt, Vénusz bolygó energiáját. Ezen a képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Azon kívül Vénusz bolygó egy vándorló csillag, egy bolygó, és ez mutatja azt,
hogy te egy hangban vagy a te nőiességeddel, a Vénusz bolygó hat rád. A képen látható minden olyan szép, mesebeli, és te ott ülsz középen, mint egy tündérnő. A következő kép azt fogja mutatni, hogy mi gyengít téged. Ezen a képen itt lent, bal oldalon láthatjuk a királyt. És ez a király uralkodik a levegő eleme felett, ami döntéseket jelent, azon kívül a kommunikációt. Ha nem tudod azt kimondani, amit mondani szeretnél, mert nem akarsz megsérteni senkit, vagy vársz arra, hogy ez a király a lelki társad nyitottabb legyen, és beszéljen érzelmekről, vagy hozzon végre döntéseket, és ha ez a király nem tesz semmit, akkor ez gyengít téged. A következő kártya azt mutatja, mi erősít téged. Ez a kép mutatja az igazságot. Ha ki tudod mondani a véleményedet, és mások erősítenek ebben, mert ez az igazság, ez erősít téged. Vagy ha van egy ilyen hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és ott sikereid vannak, ez is erősít téged. Ez a kártya utal megújulásokra. Benne vagy ebben a transformációban, és te ezt érzed, hogy van jövő, lesz szerencse, lesznek sikerek minden élet területen, ez adja neked a belső erőt. A következő kártya mutatja azt, mi várható a szerelmi élet területén. Ezen a képen látható az egész világ. Ezt én úgy mondanám, amikor te boldog vagy, boldog a párkapcsolat területén, akkor a legszívesebben úgy mindenkit átölelnél az egész világon. A másik jelentése ennek a kártyának az utazás, a külföldi kapcsolatok. Lehet, hogy ez a férfi külföldi, vagy külföldön ismerted meg. Azon kívül ez az utazás lehet egy belső út is, és utal egy ilyen kármikus szerelmi kapcsolatra, ami azt jelenti, hogy a lelketek összekötődik, mert ismeritek egymást a korábbi életetekből. Ennek a kártyának van még egy jelentése is, itt a képen úgy nem látható, inkább a klasszikus tárókártyáknál mutatja a négy irányt és a négy évszakot, tavaszt, nyárt, őszt és télt, és az pontosan egy év. Tehát úgy tudod elképzelni a jövőt, hogy egy éven belül kialakul itt egy tartós párkapcsolat. A következő kép mutatja a jövőtöket. Itt ezen a képen látható a kehely, ami utal a víz elemére, és a víz eleme az érzelmeket mutatja. Itt megvan az érzelem a szeretet kettőtök között. Itt lesz változás. Ott alul az a tó, még kicsit sötétebb, az utalhat félelmekre, bizonytalanságokra, de ettől elbúcsúzol, mert felszabadultnak fogod érezni magadat, amire a lepkék utalnak. Itt lesz egy boldog párkapcsolat, és tényleg úgy lesz, mint ahogy a másik kártyánál mondtam, ez a boldogság, amikor úgy érzed, hogy a legszívesebben átölelnél mindenkit, mert annyira boldog vagy,
itt látható is, ez a hölgy átöleli ezt a csészét, ami az érzelmeket jelenti, és nagyon-nagyon boldog, mutatják a lepkék, és ez a szerelem, ez a párkapcsolat, ez boldoggá tesz benneteket, mert itt látható ez a felszabadultság, ez az öröm, ez az élet öröm, és a könnyűség, ahogy a lepkék mutatják. A lepkék szimbolizálják a lelkünket, és itt megvan ez az érzés, hogy szabadnak érzitek magatokat. Én ezt úgy mondanám, hogy itt kettőtök között van egy kármikus kapcsolat. Vannak bizonytalanságok, félelmek, ami fogva tart benneteket. Ez a múltra vonatkozik. De ahogy élitek ezt a párkapcsolatot, és ez a boldogság, ez felszabadít benneteket a kármikus témákból, és le tudjátok zárni a múltat, és van egy szép jövő. Most áttérek az asztrológia területére. Van két holdcsomó. Mindkettő kármikus témákra utal. Az egyiket Ketunak nevezzük. Ketu az a lefele mozgó holdcsomó, és utal a múltra. Összefoglalva mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. A másik holdcsomót Ráhúnak nevezzük. Ez a Ráhú mutat egy új irányt, egy új lehetőséget, életutat, vagy egy életterületet, amire a lelkünknek szüksége van, de mi itt nem ismerjük ki magunkat. A te horoszkópodban Kétu, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltadra utal, a mérleg jegyében van. Ez utal nőiességre is, mert a mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik. Tehát a mérlegnél itt a szépségről, a szerelemről, a művészi területekről, a nőiességről is szó van. Nem csak Kétu található itt nálad a mérleg jegyében, hanem a holdad is, az utal anyai témákra, és az érzelmeidre, a vágyaidra, a reményeidre, az álmaidra. Egy visszatekintő Szaturnusz bolygó szintén itt van a mérleg jegyében. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és mivel visszatekintő, itt a múltról van szó, tehát vannak itt kármikus témák. Azon kívül egy visszatekintő Plútó bolygó szintén itt van a mérleg jegyében. Plútó utal a belső erődre, és Plútó utal szexuális témákra is. Mivel Plútó bolygó visszatekintő, megint a múltról van szó. Ez nálad egy nagy szerepet játszik, ami a párkapcsolatot illeti, mert a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot. A mérleg jegyénél egy hátrány van, amikor döntéseket kell hozni, mert a mérleg jegyénél mindent úgy mérlegelünk, és ez nehezíti a döntéseket. Szemben található a kos jegye. És itt a kos jegyében van nálad Vénusz bolygó, ami utal a nőiességedre.
De nem csak Vénusz bolygó van itt, hanem a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, ami utal egy életterületre, ahol nem ismered ki magadat. Mivel itt minden olyan új számodra, ez bizonytalanságokat vált ki nálad, és ezt átéled a szerelmi élet területén, mert ezt jelképezi Vénusz bolygó, holott a múltad a mérleg jegyéhez köt, és a szimbolizálja a párkapcsolatot. Itt fontos az egyensúly és a bizalom. A kos jegye felszabadít téged, mert a lelked kiválasztotta ezt a jegyet, kiválasztotta ezt az életutat, mert szüksége van rá. Te a kos jegyétől sokat tudsz tanulni. A kos jegye az a tűz eleméhez tartozik. Az utal a bátorságra, a lelkesedésre, a testi kapcsolatra is. Azon kívül a kos jegye gyorsan, néha túl gyorsan hoz döntéseket. Sőt, az is előfordulhat, hogy néha meggondolatlan, de ez a spontán cselekvés, ez segít neked abban, hogy változzon valami nálad, mert ez kihat a párkapcsolat területére is. Az indiai számítás szerint a napod az ikrek jegyében van. Nem csak a nap található itt, hanem Mars bolygó is. A nap szimbolizálja a te énedet. Ha úgy gondolod, hogy az élet olyan, mint egy színdarab, akkor a nap közli veled, hogy te játszod itt a főszerepet. Mars bolygó utal a te erődre. Nekünk hölgyeknek is szükségünk van Mars bolygó energiájára, mert ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életben, vagy védeni magunkat. Mars bolygó az egy férfias energia, és utal a lelki társadra. A nap is férfias energia, mert utal az édesapára. Mindkettő, a nap is, Mars bolygó is, az ikrek jegyében van. 2019. márciusától 2020. szeptemberéig itt mozgott a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, ez a kármikus csomó. És ez alatt az idő alatt voltak új lehetőségek, egy új irány, új kapcsolatok, kármikus témák. Ha visszagondolsz erre az időszakra, akkor bizonyára vannak ilyen emlékek, ahol kármikus témák is vannak. És még mi várható, milyen változások? Az indiai számítás szerint Uránusz bolygó a kos jegyében mozog, nem csak idén, hanem még néhány éven keresztül marad a kos jegyében, és eléri a holdcsomódat, eléri Vénusz bolygódat is, és lesznek változások, mert Uránusz bolygó hatása alatt mindig változások vannak. Kedves Ariel, így tudtam ezt a nőnapi jóslást elmagyarázni, köszönöm, hogy hozzám fordultál,
kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!